Játékmesék! Sziasztok gyerekek! Menjünk el most a büfékocsihoz reggelizni? Bizony, ez egy igazi büfékocsi. Kiki kis büféje. Itt aztán finomat lehet reggelizni. Szia Kiki! Te vagy a mi kis konyha tündérünk. Készíts nagyon finom reggelit, mert a reggeli nagyon fontos étkezés. Szia bácsi! Mit szeretnél reggelizni? Egy kis gyümölcslé. Csirkés tortilla. Egy kis krumpli golyó. Hát, ez aztán igencsak finom reggeli lesz. Na lássuk, először is kezdjük mondjuk a krumpli golyóval. Talán az a legegyszerűbb. Na most itt van a forró vízünk. Mehet bele a krumpli. Bizony, óvatosan kell beletennünk, nehogy megégessük a kezünket. Jó alaposan megfőzzük a krumplit héjában. Amikor kész és meghűlt, lehúzzuk a héját. Nézzétek, csak úgy ugrik le róla. De gyönyörű, szép, egészséges krumplik. Nagyon finom. Jöhet rá egy kis fűszer. Jöjjön valami csípős? Nem. Inkább egy kis fokhagymás bors. Ez igen finom lesz. Na figyelj, most jön a törés. Baing, baing, baing. Baing, baing, baing. Na most, hát ez egy törőfa volt. Nekem ilyen nincs. Krumpli nyomom van. Az is olyan. Szép két golyót. Éhesnek tűnt a bácsi. Legyen három golyó. Így aztán szép, mehet rá egy kis petrezselyem, egy kis chili paprika. Na, egy már meg is van. Jöjjön szépen a csirkés tortilla. Ehhez fölvágjuk a husikát. Pajn, 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 pajn. Jó, meg is van. Ezeket a csirkecsíkokat megforgatjuk egy kis lisztben. Úgy. Mehet is. Indulás. Jöhet rá a varázsszer. Egy kis cornflakes. Egy kis törött cornflakes a legjobb bundát adja. Na most fölmelegítjük az olajat. És mehet bele a csirke. 1, 2, 3, 4 darab csirkus. Figyeljetek, egy kicsit nem mozgatjuk. Pajn, pajn, mintha pingpongoznánk. Adogatjuk oda-vissza. Na jó, jobban mozgassuk, mert másképpen le fog égni. Jó, így jó lesz. Gyönyörű és aranysárga. Kiszedegetjük. Bácsi már nagyon várja. Éhesnek tűnik. Betöltjük neki a tortillába. Tortilla nagyon vékony tésztalap. Olyasmi, mint a pizza, de mégsem az. Mehet bele egy kis répa és uborka. Mit tegyünk rá? Majonézt. Én szeretem a majonézt. Nagyon jó. De hát ez még pizza. Hajtsuk össze. Összehajtottuk. Innentől már tortilla. Kettőt. Ennyire éhes? Hát végül is a husiból kitelik. 4 húsit sütöttünk. De most ez legyen más ízvilágú. Erre tegyünk grill szószt, barbecue szószt. Igen, csak finom lesz. Behajtjuk. És mehet is. 2 tortilla. Na most, megvan a reggeli. Most már csak az innivaló hiányzik. Bár édeset ehhez. Na most, hát ő egy lila juice-t akart. Tegyünk bele neki egy kis szőlőt. Ezt szépen lebogyózzuk. Oj, na, meg is van. Bogyózott szőlő. Mi legyen még bele? Körte. Szőlőkörtedé. Az igen csak finom. Jó. Alaposan fölvágtuk. Mehet a szőlő. Mehet a körte. Egy kis vizet is tegyünk hozzá. Ne legyen annyira sűrű. Indítsuk el ezt a blendert. Na most, baink.
Ú, de finom lesz. Nagyon jó. Beleöntjük neki ebbe a pohárba. Mehet bele egy szívószál, és már. Indulás is. Tessék, bácsi! Itt van a reggelid. Ú, de örül neki. Tessék. Láttátok ezt? Felfalta majdnem a tálcát is. Szia, kisfiú! Te szebben fogsz enni, ugye? Hát igen, a gyerekek nagyon szeretik az ilyen cornflakes dolgokat. Hú! Nézzétek, azok pedig töltött gombócok voltak. Ez pedig sonka. Igen, csak éhes lehetsz. Na most, jöjjön először is a legnehezebb. A töltött gombóc. Na most, ehhez kell husi. Úgy, szépen fölvágjuk a husikát. Mehet is mindjárt a sütőbe. Na most, nem is a sütőbe. Ledaráljuk. Bizony, hát ez egy töltelék lesz. Nézzétek, már jön is kifele. Hú, alig bírja. Olyan sok husika volt. Jöhet bele egy kis fűszer. Egy kis hagyma. Sajt. Aha. Na, fűszerezzük meg. Legyen mondjuk egy kis húsalaplé. Meg mehet bele egy kis só. Só az mindig kell. Egy kis olajat is tegyünk bele. Még nem is akármilyen olajat. Szezám olajat. Na most. Ezt jó alaposan összedaráljuk, és kész is van a töltelék. Ezt kell majd beletölteni a tészta gombócokba. Tehát ahhoz nekünk tészta kell. Itt a tészta! Meg is érkezett. Segítettek nekünk a segédek. Na most. Úgy-úgy megtöltjük, és jön a varázslat! Látjátok, figyeljetek, megmutatom még egyszer. Megtöltjük, és oldalirányba körbe össze kell tekerni, és elcsomózni a tetejét. Boing! Igen, csak gyönyörűek. Mehet a főzőbe. De ez nem is főző, ez egy pároló edény. Nézzétek! Olyan, mint a gőzgombóc. Rátesszük, gőzöljük, pároljuk. Megfő benne a husi. És nem esik szét, nem szívja meg magát vízzel. Igen, csak jó dolog ez. Ájjajjajjajjaj, de meleg. Na, kész is van. Reggelire egy kicsit erős, de nem rossz. Jöjjön a gabonapehely. Hát megmondom őszintén, ezt a legnehezebb elkészíteni. Figyeljetek. Van nekünk tejcsink. És nem hiszitek el, ezt nem hidegen fogja ráönteni, hanem egy kicsit langyosan. Miért tesz valaki ilyet? De ő ezt így akarta. Pedig én hidegen szeretem. Jéghideg tejcsivel. Jönne bele a gabonapehelyek, legyen mondjuk egy kis színes. Hát igen, gyümölcsel, mindennel. Kész is van, ennyi volt. Kicsit el fog hűlni a tej, mire kész lesz a sonka, de nem baj. Na most, itt van nekünk a gépsonka. Ezt szépen felszeleteljük, ugyanis a kisfiú szeretett volna egy kis sült sonkát. Na most, hogy csináljuk a sült sonkát? Egy picurka olajat teszünk. Anna, picurkát! Nem. Felmelegítjük, és azután kitesszük. Oly! Sűsű sonka, tessék szépen fordulj meg, nehogy megégj. Nagyon finom a sült sonka. Kiemeli az ízét. Na. Összefut a nyál a számban, ez csoda finom lehet. Mit tegyünk rá? Hát, csípős paprikát, nem fokhagyma, nem egy picurka borsot? Icurka picurka borsot, mondom picurkát! Hát a kisfiú. Remélem szereti a csípőset. Gyere, komám! Lássuk! Itt a reggeli. Nézzétek, milyen éhes. Atya ég.
kis hián megette ő is a tálcát is. Őt aztán nagy az éjség. Szia tanár néni! Jaj, de jó, hogy látlak. Mit szeretnél reggelre? Nézzétek már, milyen ital ez. Szója ital. Allergiás szegény a tehéntejre. Ez... muffint. Képzeljétek el, sült tészta. Ez nagyon érdekes lesz. Na, kezdjük hát el. Melyik a leges legtovább készül? A muffin. Ez kell nekünk egy kis avokádó. Mert hát gyümölcsös készítünk. Képzeljétek el, az avokádó az gyümölcs, nem zöldség. Kiszedjük a belét. Ó, de finom az avokádó krém. Avokádó krémes tészta, kis citrommal, fokhagymával. Ó, de nagyon finom. Banán. Avokádó is, banán is. Ez aztán a muffin, kérem alásan. Nagyon jó. Mehet is oda bele. Először egy kis liszt. Mert hát ugye, ne felejtsük el, ez tészta. Jött bele a tojás. Úgy, beleütöttük. Jön bele az avokádó. Jön bele a banán darab. Na, ez is szépen össze fog esni. És egy kis tejcsit. Hát úgy hallom, hogy valaki elfelejtette beletenni a sütőport. Még jó, hogy sütőporos liszt volt. Ezt jól összekeverjük. Hát, erős gép kell, hogy ezt ki tudja nekünk keverni. Mert is egy kis olaj a forró sütőnkre. Na most, ebből hogy lesz muffin? Kérem szépen, hát, ez inkább palacsinta lesz, mint muffin, de nem baj. Mondjuk azt, hogy muffin. Muffin palacsinta. Nézzétek, hogy feljött! Bizony, a sütőpor odaadta neki ezt a tulajdonságot. Jó alaposan feljön, de attól még ez palacsinta. Ez nem muffin. Ha sokat egymásra teszünk, akkor nézhet úgy ki, mint egy muffin. Hármad egymásra tettünk, így már azért. Van neki egy kis csomója. Mit tegyünk rá? Csoki szószt. A csoki szósz nagyon finom. Csoda jó. És hogy egy kicsit meglegyen a színkavalkád, jön rá egy kis eper, meg egy kis áfonya. Mondom, áfonya? Egy kis karamell. Ez már aztán étel? Hát igen, ezt én is elfogadnám. Jöjjön a sült tészta. Tehát tanítónéninek nagyon finom reggeli lesz. Itt a tészta. Képzeljétek el, ezt a sült tészta, ez inkább ez egy édes tészta. Olyan, mint egy kalács tészta. Nem sós. Ezt fölvágjuk. Paing, paing. Ezt kicsit megformázzuk. Megütögetjük, hogy együtt maradjon. És azután megsütjük. Mehet is. A sütő már csak várja. De nem sütőben sütjük. Fritőzben. Őt is mély olajban fogjuk sütni. Nagyon óvatosan kell vele bánni. Mehet is bele. Egy. Kettő. Három kis húsi. Három kis tésztácska. Paing. Paing. Ezt is aranysárgára sütjük. Na jó, egy kicsit mozgassuk jobban. Látjátok, hogy ő felnőtt. Bizony, mert ezt elfelejtettem mondani. Nem akármilyen tészta ez. Hanem édes leveles tészta. Meg is van. Mehetünk. Dehogy mehetünk. Még kész a szójaital. Na most, erről mi lehet nem hallottatok. Vannak olyan emberek, akik allergiások a tehéntejre. Ezért ő nekik szójababból készítünk italt. Nagyon hasonló. Ez egy növényi tej. Vagy legalábbis olyasmi. Na, mit tegyünk még bele neki? Legyen egy kis... cékla. Nem lesz. Jó lesz céklás. Céklás tejital. Nagyon finom. Kell hozzá víz. Mert természetesen... hát egy kicsit száraz lenne önmagában a bab. Felblendeljük. Turmixgép. Elvégzi a dolgát.
kész is van. Jó meleg, mert hát ezt langyos meleg vízzel kell. Betöltjük, és kellemes csokoládé és krémet is tettünk bele. Kész is van az ital. Igen, csak finom lesz. Tanítónéni nagyon boldog lesz. Tanítónéni, tessék! Iskolában menetel előtt. Nagyon jó lesz. Oh. Hát, lehet, hogy sietett az első órára. Szia, kisfiú! Te is itt vagy. Te mit szeretnél? Kávét? Nem. Kávét nem szabad. Ilyen kicsinek. Te még nagyon kis. Énekelsz, persze. De kávét? Na jó. Kapsz egy kávét. Te is szeretnél egy ilyen kis húsi tekercset? Egy kis sült édes krumpli. Na, készítsük el neked a kávédat. Hát, egy kis kávét örülünk neki. Egy, kettő, sok lesz az. 3 egész kanál kávé. Hát, nem fog aludni a kisfiú. Na, őrüljük meg szépen. Jó, megőröltük. Mehet be a forró vízbe, mert hát természetesen el kell készítsük ezt. Jó, na most jöjjön a forralás. Jó, azután pedig a szűrés. Finom kávé kell, hogy legyen. Nagyon jó lesz. Jöhet bele egy kis cukor. Az is lehet, hogy nem cukor, hanem mondjuk egy kis. És jöhet a tejcsihab. Karácsonyos hangulat. De ajaj. Baj van. Elfogyott a husikás tortilla. Készítsük el neki. Legyen meg legalább az édes krumpli. Az édes krumpli nagyon finom. Imádom az édes krumplit. Olyan édes, megsülve. Igazán csodálatos karamelles ízű. Meg kell egy kicsit mosni. És jöhet az öblítés. Nézzétek, alufóliába fogjuk csomagolni. Miért? Mert parázsba fogjuk megsütni. 1, 2, ő egy kisebb darab, de nem baj, attól még szépen megsül. És jön a 3. Úgyni. Jó, mehet befele a sütőbe. Ezt grillezni fogjuk. Majdnem olyan, mint a parázs, de attól még nem pont ugyanaz. De szerencsére, ezek már lávaköves grillek. Hú, de forró. Kivesszük őket szépen a tányérra. Nagyon jó. Édes krumpli, finom krumpli. Mehet is reggelire. Hát, de attól félek, hogy nem tudjuk felszolgálni a csirkés tortillát, mert nincsen több. Megyek, megmondom a kisfiúnak. Szia! Ó, tündérem! Elszomorodott. Azt mondta, hogy neki az mindenképpen kell, és átmegy egy másik büfébe. Bezzeg a bácsi, ő már megint itt van. Na de őt már. Más fogja kiszolgálni. Ennyi volt hát ez a mese. Ha szeretnétek hasonlókat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsétek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!